Jó napot kívánok! Tanár úrnak tisztelete jelentem, az osztályvédelmi szám a 28, és ebből hiányzik Kovács Bianca. Köszönöm szépen! Úgy gondolom, nem ötel járunk az osztályba, szóval mit vártak, hogy kérnék szépen az asztalon. Köszönöm szépen! Dani, milyen meccs volt hétvégén? Mit játszottatok? Kikaptunk 2-2-t. És a Real meccsről milyen véleményed? És ők is kikaptak, úgyhogy nem volt egy jó hétvégén. Hát igen, és beszéljünk róla. Ja, jó napot! Jó napot! Bocsánat, csak az üvegemet keresem, de nem vagyok találom. Ne is tudod, helyre maradjon fel el. A téma másik világában. Ez nyolc. Fiatal még az üvegen jár az agyat? Jó, rendben. Megvan az üvegem. Van, aki önként szeretne felelni? Jó, akkor nem tudom, hogy fogtok leérettségizni. A nálul, ha engem nem vesznek föl az egyetemre, akkor maga szerint ebből az osztályba kit fognak? Mi a legkörnyezetszennyezőbb ország a Földön? Ez sajnos
Biztos? Biztos. Valaki az osztályból, Dani ott hátul? India lesz. Nagyon jó. Hát Fanni, szerintem egy hármasba kiegyezhetünk. Köszönöm, tanár. Foglaljon helyet. Bogi, Linda, magukat kaszinóznak hátul? Hát, ha így folytatják, akkor biztos, hogy nem lesznek az érettségiük. Tanár úr, engem nem vesznek fel az egyetemre. Sziasztok gyerekek, elsői szám tiszta ide vagyok, megint nekem kell megszervezem ezt az egész ballagást, azt sem tudom, hol áll a fejem. Valamivel esetleg tudtok szolgálni segítségül? Nem. Se baj. És ki mit csinált a hétvégén? Én a fröccsteveszok voltam talán, hát remélem, jól érezted magad. Az én fiam pedig lőtt egy bolt, és ő is készítik, nagyon ügyes volt, lőtt egy bolt. És így zárásképp az osztályfőnök jóra keretében írtam nektek egy verset, fogadjátok sok szeretettel. Gergő, a tonha lett a kukába ölti minden reggel, késik mindig, de edzéseken mégis keményen flexel. Ricsi mindenkivel csak az edzésről beszél, boxolni jár, ezért ilyen kemény. Máté és Viki szórakoznak a padon, sorozatokat néznek és piknikeznek az asztalon. Gergő Baksa tanárnő kedvenc diákja, de vajon tényleg olyan sikeres lesz, ahogy ő látja? Martin és Dani minden szünetben a folyosón gengel, az utolsó órákról 5 perccel előbb mennek el. Máté folyton a padra rajzol, mert nincsen áll a papír, Ádám minden órán a laptopjával hasít. Bianca Zsuzsa néni kocsijával a városban repesz, Bogi közben TikTok videókat szerkeszt. Kata hétvégi bajnok, Dominika pedig simek fénylő csillaga, Vikicel könyvei közül Lilinek egy zacskó vízugrat ad. Linda óra közben megéhezett, ezért vizet forral, Tomi mindig csak kókosokat szólal. Luca csirkét chipset eszik, büdös a szaga, Subinál minden kellék megvan, ami kellhet egy napra. Fanni, Luca és Linda minden szünetben, a büfében és a nyolcas teremben rója. Lili hevesen osztja véleményét, Bogi csendben elmélyül a tudás mélyén. Vaninál mindenki jegyzetet kér szó nélkül, ki a mosdóban időzik szüntelenül. Ricsi boxol, gitározik, Marci gyúr és titokozik. Sziasztok! Kik a hiányzók? De lehet, hogy második órára kerül. És még? A box kiszonyásztok, az kiállom. Betege? Mások vannak. És van ilyen, hogy rászok? Á, inkább nyomok egy orvosi igazolást. Ha rossz idő lesz, akkor is lesz városi ballagás? Ennek utána kell néznem. Tehát most milyen idő lehet oda a kényelmet? Legyen a szörnyös mellényem? Amúgy, ha hideg lesz a ballagásom, a matróz búznak felvehetem a mellényem? Jaj, Zsereke, ezt már meg kell kérdeznem. Utána járunk a következő órára. Persze, Lilla, jó étvágyat! Zalán, ne hívd át!
történni az osztályközösségről. Lássuk, hogy sikerül. Ramika, olvasd fel, kérdez. Oda, 12-3. A 9-es terem 36 napja, róluk szól most ez az óra. Andalóci Lilla, a kis cuki, mindig úgy köszön. Sziasztok, puszi! Rami, a rádmániás, a kubira kicsit allergiás. Enyényi Bence, a telefoni megkodja, a törítételekre nem nagyon van gondja. Kónya úr is buzgón játszik, ez a tanári asztaltól is látszik. Mira mindig elegáns, füzetelendes, pedáns. Emese a gettó csajszívója, elég forradalmi. Réka egy fázós díva, az ablaknyitást nem nagyon bírja. Ezt is mindig fázik, a hidegtől elkapja a pánik. Petra minden az asztrológia, nem nehéz a csillagokhoz kapcsolódni. Csenger csak rajzolja a hangát, sohasem hallani a hangját. Zalán reggelje, a briós, de a kombós. Úgy szereti, ha gőzölök és forró. Dusány, a kis szarkasztikus, a humora fantasztikus. Napcsi, legféltettebb kincse a kocsi, a vezetésben nagyon profi. Marton Dávid inkább biciklizik, Petra italába mindig beleüszik. Dorka a fórumban tölt idejét, ezzel erősíti idegrendszerét. Libi az osztálytitkárnője, Júlia a legjobb barátnője. A büféasztal támasztják, ő egy vicces társaság. Álmos kedvese, a szépséges Szonya, a késéssel van mindkettejük megmondja. Patkó Lilla kedvence a kocsonya, jellegzetes kacagása és mosolya. Barbi haja nagyon gondol, nevetése harsány olykor. Olivérnek a kommunizmus a kedvenc szava, a történelemhez jól válasz hagyja. Vitec Lilla csapata a Csajszi Morzsá, tagjai a Jászmin és a Lilla. Csanán az osztály egyik esze, nem okoz neki gondot semmi se. Zselyke kicsit nyafka, olyan, mint egy macska. Áron egy igazi kocka, hogy infós, az bárki megmondja. Zsanna kedvence a boldogos játék, minden szünetben beleli a kávét. Második órára beér Hella is, nem tudni, hogy levelezős vagy nappal is. Tomi a főfotós a suliban, DJ-skedik minden buliban. Jászmin az órán a körmét festi, ilyenkor nem érdekli senkit és semmit. Annát a szünetben Robika várja, éneklésben is ő a legjobb párja. Laci egy reálos zseni, érdeklik a fizika alapelvei. Liza és Andris elválaszthatatlan. Szünetben találkoznak az ablakban. Nóra az órákon lefoglalja magát, legyen az film, zene vagy egy jó alvás. Padra fekve pihen, világos Peti, okos kis fejét, kapucnia Feri. Zsikla Ági nagyon csendes, de ha szól, az mindig vicces. Apjuk helyett apjuk, Havasi Gábor, vele az osztályfőnöki, maga a mámor. Ez erősen plágium szegő József Attila után szabadon. Na, de nézzük, mit sikerült ebből megérteni? Melyik a fő motívumai a műnek? Hát, szerintem ez a vers is pancikról szól. Petra, ne erről majd neki futásból. Mikor leírni az érettségét, nem leszek ám a 8-án. A közösségről, a barátságról. A gimis évekről. Limonádé csípcsuk, mert sem átka. Gyerekek, én nem fogok miattatok égni, az én presztízsemet ne fontsátok rá. Ez oda az osztályközösségről szól, összefoglalja az asztalakozó individuumok principiumait és alapvető tanulmányait. Jaj, de ó, a történelmi háttere a versnek.
felidezést akkor sosem.